Sok szeretettel köszöntök mindenkit, az én nevem Tamás Zsolt. Fiat Puntóval már foglalkoztam egy korábbi videómban, méghozzá a második generációs példányjal, mellettem pedig már egy harmadik felvonású példányjal. Ugye az első 1993-ban gördült le a gyártósorokról, 95-ben megkapta az évautója díjat, 99-től 2010-ig gyártották a másodikat, és 2005-ben érkezett a harmadik. Ami pedig a harmadiknak az érdekessége, hogy három néven is futott, hiszen 2009-ig Grande Punto lett a neve, pont azért, mert nagyobb lett, mint az elődje. 2009-ben jött a Punto Evo sokkal szebb külsővel és fejlettebb belsővel, 2012-ben pedig utána újra Punto néven forgalmazták egészen 2017-ig, 18-ig a gyártás befejezéséig. A mellettem álló jármű egy 1.4-es benzinmotorral szerelt modell, méghozzá kéziváltóval, mint látható Magyarországon vásárolták, szóval elmesélem, hogy milyen autó a mindennapokban, mennyibe kerül és mit kell tudni a különböző hibáiról. Ahogy tehát a bevezetőben elmondtam, a Fiat Grande Punto nagyobb lett, mint az elődje. 4030 mm-es hosszúságával, persze még így sem egy hatalmas jármű, városi közlekedése abszolút alkalmas. A tengelytávja pedig 2510 mm, szóval hát bár előre azért kényelmesen el lehet benne férni, hogyha egy magasabb sofőr ül legelől, akkor bizony mögötte már a lábtér az kevesebb marad, szóval inkább gyerekeknek vagy alacsonyabb felnőtteknek lesz jó ez az autó, hogyha négyen szeretnének utazni vele. Összességében nem öregedett rosszul ez a modell, persze a fényszórók már bemattultak, szóval érdemes vagy újakat behelyezni ide helyére, vagy pedig azért egy polírozást ráereszteni. De jól néz ki, és a Maserati coupéra hasonlít az autónak az orra, talán nem véletlen, hiszen ugyanaz a Giorgetto Giugiaro tervezte mind a két modellt, mint akár a 159-es Alfa Romeo-t is, tehát azért a kezei nyomát már megláthattuk sok különböző modellben, és a Fiat Punto is szerintem egész szép lett, persze nem különleges, de mindenképpen sportos, főleg ezzel az első hűtőráccsal, ami kicsit ilyen ezüstös fényezést kapott, ezért feldobja, plusz a kék fényezés is jót tesz neki. Ami még szemre való, hogy itt a lámpatestek mögött egy picit domborították a motorrezetőt, ennek köszönhetően jön ki még inkább a sportos mi voltja, de figyelni kell a műanyagokra, mert ahogy látszik, ezek is képesek kifakulni, tehát ápoljuk, szeressük a saját autónkat. Különböző alufelnikkel lehetett megvásárolni a Fiat Punto harmadik generációját, ez sajnos lemezfen, de legalább a dísztárcsa nem néz ki rosszul, hogyha nagyobb kerekeket rakunk az autó alá, akkor még inkább sportos lesz. Egész nagy a visszapillantó tükör, amit jelen esetben manuálisan be lehet hajtani, ami pedig még érdekesség, hogy itt az A-oszlop ketté lett osztva, ennek köszönhetően van egy ilyen kis pici üvegünk is. Jól néz ki belülről, mondjuk a kiláthatóságot némileg korlátozza. Nem egy nagy autó, viszonylag alacsony építésű, a dízelnél mindenképpen figyeljünk arra, főleg az 1.3-asnál, hogy az olajteknő alacsonyan van, ezért, hogyha átmegyünk egy fekvőrendőrön, akkor nehogy odaverjük, mert utána szivárogni fog ott az olaj. Tehát nagyjából így előről szerintem abszolút vállalható a Puntónak a külseje, de hát hátul is legalább ilyen szépnek mondható. Na és az autó hátulja, a magasra helyezett hátsó lámpák dobják fel igazán az autónak a fenekét szerintem. Gyönyörű, hogy ideírták a Punto feliratot, szép nagy a hátsó szélvédő, szóval jól ki lehet látni. Persze némileg azért korlátozzák a hátralátást a C-oszlopok, erre mindenképpen ügyeljünk, de hát mindent meg lehet oldani, ugye be lehet szerelni tolatóradat, és akkor könnyebb a manőverezés is. Figyeljünk mindenképpen az ablakmosó fúvókáknak a cső elvezetésére, mert hogyha azok kirepedeznek, akkor amikor spiccelnénk az ablakmosó folyadékot, akkor az mind a kalapta tartóra fog menni, ez egy hiba lehetőség, illetve a féklámpa kapcsolóknál is azért lehetnek problémák, de ha valaki nagyon kíváncsi az összes hiba lehetőségre, akkor a Bárdi autós videót nézze meg mindenképpen. Amúgy a fényezés tesz igazán jót még ennek az autónak, főleg ezzel a kék festéssel, a lökhárítón semmi különlegesség nincsen, csak fényvisszaverő csíkok, amikkel azért jó dolog, hogy találkozhatunk, és ami mondjuk az első példányoknál még nem volt túl szuper dolog, hogy bizony a csomagtér ajtót csak kulcsról vagy belülről tudjuk nyitni, így ennek köszönhetően 275 literes csomagtér, az bizony nehezen hozzáférhető, vagy legalábbis egy kicsit körülményesen. Mert mindig ki kell venni a kulcsot, ahogy én is most bent felejtettem, vagy pedig bentről kinyitni, később már a Fiat embléma megnyomásával is lehetett nyitni. Egész magasra tárul, én 185 cm vagyok, tehát hogy ezért éppen-éppen aláférek, a perem viszont aránylag magasan helyezkedik el, tehát át kell emelni rajta a különböző csomagokat, ha pedig legyöntjük a hátsó üléseket, akkor nagyobb területet nyerhetünk, de ezek az ülések nem dőlnek szépen le, hanem csak ilyen nagyjából 45 fok, tehát praktikussági szempontból nem az igazi, városi használatra viszont abszolút alkalmas a Fiat Punto, és még négyen is el tudnak menni hosszabb, de inkább rövidebb távra vele. A Fiat Punto harmadik generációjának a belseje, nevezetesen ez a Grande Punto,
Nem néz ki rosszul, de azért a Punto Evo ennél sokkal fejlettebb, több színben lehetett választani, nem csak külsőleg, hanem a belső műanyag elemeket is fel lehetett dobni. De azért itt is, vagy gyárilag, vagy utólagosan valaki már ilyen karbonborítás-szerű matricával ellátta, szerencsére elég jó munkát végeztek, és alapvetően jól is néz ki. A kormánynak a fogása kellemes, azért a nagyon elhasznált autóknál már kopik sajnos a bőr, de szerencsére itt ez nem látszik, még nincs is kifényesedés, és néhány dolgot lehet vezérelni, mint a rádiót vagy éppen a hangerőt, a későbbi modelleknél pedig akár már Bluetooth kihangosítással is találkozhat a felhasználója. És bal oldalt van két ablakemelő kapcsoló, hiszen ugye nem négyen látták ezt a modellt el, csak kettővel, engem ez speciál zavar, mert néha leszoktam húzni, átszellőztetni az autót, de hátul csak kurblis megoldás van. Hogyha pedig ide balra pillantunk, akkor itt van a ködlámpa kapcsoló, illetve a menü, valamint itt lehet állítani még a fényszórónak a magasságán is. Amúgy elég kopogós műanyag elemekkel találkozhatunk, amik szerencsére legalább jól tisztíthatók, és nem nyekeregnek, nem recsegnek, ropognak menet közben, az összeszerelési minőség tehát jó. És amit láthatunk még itt, bizony, hogy két analóg nagy kijelzőnk és két kisebb analóg kijelzőnk van még, ezen kívül pedig van egy ilyen kis mini információs panelünk, ahol láthatjuk a fogyasztást, a hatótávot és a megtett utat is. Szóval ilyen nagyjából a sofőr előtti rész, hogyha pedig középre pillantunk, akkor ki tudjuk nyitni a csomagtérajtót, a City Servo, ami lényegében nagyon nagy rásegítést ad a szervónak, és városban parkolásnál jól tud jönni, le tudjuk zárni az autót, illetve a vészvillogót is aktiválhatjuk. Rádió, lehet hangerőt állítani, CD-s változat, FM rádió, AM, és még különböző csatornákat is be tudunk táplálni, klíma méghozzá, manuális klíma, lényegében ez bőven elegendő, valamilyen klíma azért legyen mindenképpen az autóban. 5 fokozatú manuális váltó, itt van két pohár tartó, amiben ha belerakunk valamit, simán kibillen, szóval sok értelme nincsen, szivargyújtó, egy kis pakolórész, és még itt hátul is van egy pohártartó, ide lehet utólagosan beszerelni mondjuk a könyöktámaszt. Az üléseknek igazából aránylag jó a tartása, szövetkárpit szerencsére sincs elhasználva, ugyanígy jutott szövet egyébként oda oldalra, az ajtókhoz, a Punto feliratnak a P betűje ott is megfigyelhető, ez szerintem esztétikus. Ugye az a gond ezekkel a Puntókkal, hogy sokba csak 2 légzsákot szereltek, ezért bár az elején 5 csillagos volt a törésteszt, 2017-ben 0 csillagot kapott, de ez nem jelenti azt, hogy ettől most veszélyes lenne, csak nincsen benne vezetősegítő asszisztens szolgáltatás. Van egy sminktükrünk, de nincsen világítás. Tetőkárpit, utólagos bluetoothos kihangosítás, tehát nagyjából ilyen a Fiat Punto, Grande Punto változatának a beltere. Ilyen az, amikor a felvétel elejét még verőfényes, 38 fokos napsütésben veszi fel az ember, majd nagyjából fél órával később leszakad az ég és esik az eső. Nem baj, szerencsére ezt a részt már úgyis csak el kell mesélnem, hiszen lényegében a motorizáltságról, futóműről, dinamikáról, fogyasztásról és árakról lesz szó. A Fiat Grande Punto, illetve maga a harmadik generáció is rengeteg különböző motorral érhető el a mai napig. A leginkább alapbenzines az az 1.2-es 8 szelepes, ami az elején 65, majd 69 lóerővel kápráztatta el a sofőrt. Hát nyilván ezzel nem leszünk az autópályának az ördögei, viszont arra bőven elegendő, hogy lényegében városban kavirnyáljunk ide-oda vele. Nem is egy olyan motor ez a Fire motorcsaládba tartozó modell, amitől félni kellene, a vezérmű szíjat kell időközönként lecserélni mindenképpen, ezen kívül pedig nyilván figyelni kell az olajfolyásra, hiszen a simmeringeknél azért ez előfordulhat, de nem vészes mértékben, szóval óriási problémákkal azért nem fogunk szembesülni. Ennél egyel magasabb szintet képvisel az ebben az autóban is dolgozó 1.4-es motor, méghozzá 77 lóerővel, hogyha valaki ebből a 16 szelepeset szeretné megvásárolni, akár 95 lóerőre számíthat. Volt még az 1.4 Multier is, 105, 135, 165, illetve 180 lóerős teljesítménnyel, itt már inkább a Multier egység okozhat fejtörést akkor, hogyha elromlik, mert több 100 000 forintba kerül, és hát ne felejtsük el az 1.4 T-Jetet, ami az egyik legmegbízhatóbb benzines motor, és az egyik legjobb, hiszen nincsen kokszolódás, mivel nem közvetlen befecskendezésű, a dinamikája is megvan, a turbó is jól bírja a különböző megpróbáltatásokat, amikre esetleg még figyelni kell, az nyilván ott is a vezérlés cserepére üldös a normál minőségű olaj, illetve, hogyha nagyon-nagyon agresszíven használjuk, akkor a kettős tömegű lentkeréket is idővel cserélni kell.
Ha pedig valaki nagyon takarékos üzemmódot szeretne, akkor ott van az 1.4-es LPG és CNG, attól függ, hogy ki melyiket választotta annak idején, amikor kigurult az autó a szalomból, és akkor a benzines motorokon túl van még dízel is a kínálatban, méghozzá 1.3, 1.6 és 1.9 multijet, ami azért is érdekes, mert ezek közül az 1.6-os a Suzuki Vitarában is megtalálható, szóval ez egy régi fejlesztésű konstrukció. A teljesítményük is annak megfelelő, hogy melyiket választjuk. Nyilván a leggyengébb az 1.3-as, hiszen 75-90 vagy 95 lóerőre képes. Itt a 95-ösnél már változó geometriájú turbót szereltek az autóba, ezt érdemes tudni. Az 1.6-osnál 120 lóerőre, az 1.9-esnél pedig 120, illetve 130 lóerőre lehet számítani, ami érdekesség egyébként, hogy az 1.9-esnek a nyomatéka gyengébb, mint az 1.6-osnak. A dízeleknél nyilván a réceske szűrő az, amire mindenképpen oda kell figyelni, tehát hogyha valaki rövidebb távokat megy, vagy hosszabban közlekedik városban, akkor ne a dízelt válassza, az EGR-szelep is elkoszolódhat, a termosztátháznál a hűtővíz is szivároghat, így akkor felforrat a motor, hogyha nem figyelünk oda, illetve hát egyértelmű, hogy ott is van kettős tömegű lendkerék, turbó, mind olyan dolgok, amik a dízelekre egyébként jellemzőek, viszont természetesen hosszú távú közlekedésnél elképesztően keveset fogyasztanak, de már nem túl korszerűek ezek a dízelek, szóval, hogyha valaki Németországba, Ausztriába közlekedne, mondjuk városokba, nem biztos, hogy be fogják ezekkel engedni, de Magyarországon még nem ez a helyzet. Na de térjünk rá erre a konkrét motorra, ami ebben az autóban dolgozik, ez az 1.4-es, 8 szelepes, 77 lóerős kivitel, amit már tényleg évtizedek óta fejleszt a Fiat, tehát éppen ezért megbízható. A vezérmű Fiat esetleg érdemes nem 140-50-60 ezer kilométerenként, hanem 80-90 ezer kilométerenként lecserélni, és akkor nem lesznek váratlan meglepetések. A gyújtótrafó is azért elfáradhat 150 ezer kilométer után, a gyertyákat is cserélni kell időközönként, de ezek mind olyan szükséges karbantartások, amikkel azért szerintem egy autótulajdonos számolni szokott. Az a 77 lóerő ez nem sok, és hát nyilván a nyomaték szempontjából is azt lehet mondani, hogy a 115 Nm-es nyomaték is olyan, hogy azért a 13,2 másodperces 0-100-as sprint nem fogja leszakítani a fejünket, de ezzel már el lehet hagyni a várostáblát bátran, az 1.2-esnél azért mindenképpen dinamikusabb, a maximális sebessége viszont 165 km/h csak, szóval egy kifutópálya sem elég lényegében, hogy elérjük ezt, nem is kell, azért 140-50 fölött már nem annyira stabil ez az autó, és a szélzaj, illetve a gördülési zaj is megemelkedik, mert azért beszűrődik ide, és nagyjából a hang most, hogy az előbb ilyen esősebb útszakaszra mentem, ott is lehetett hallani ezt, itt most már egész száraz, tehát valahogy ide nem ért el az eső, már sokkal jobb a helyzet, de azért bőven hallom a mellettem lévő autókat, és nagyobb tempónál pedig a tükrök felől jön egy kicsi zaj, a gördülés pedig attól függ az aja, hogy most mekkora felnyit kért a tulajdonosa az autó alá. Váltók tekintetében nem sok hiba lehetőségről lehet számot adni, 5 fokozatú manuális váltó van ebben az autóban is, a kuplunk cserélve volt így vajpuha, könnyedén kezelhető, de azért a fokozatokat nem mindig egyszerű megtalálni. Ráadásul, hogyha nem helyezzük be úgy erősen, akkor ki is tudnak ugrani, szóval erre érdemes figyelni, de amúgy jó a kapcsolatosság, ha pedig valaki nagyon a kényelemre vágyik, akkor automata váltóval is meg tudja vásárolni ezt az autót, de ott azért vásárlás előtt mindenképpen próbálja ki, hogy nem rángat-e a váltó, vagy nincs-e valamilyen problémája. A pedálreakciókkal rendben vagyunk, ugye elől tárcsa, hátul pedig dobfékeket kapott ez a Grande Punto. Tök jól meg lehet állni vele, szóval ez a alig több mint egy tonnás tömeg, ez jól fékezhető és jól is lehet gyorsítani vele. A vezetés szempontjából pedig hát a kormánynak a visszacsatolása akkor jó, hogyha kikapcsoljuk a City Servo-t, akkor aránylag jobban reagál azért a különböző mozdulatokra, de nagyon sportos vezetés, ne várjunk ettől, legalábbis az 1.4-estől semmiképpen sem. Van egy kis minimális holtjáték, a City Servo-nál pedig az elektronikus rásegítés még inkább érezheti a hatását, könnyebb parkolni úgy az autóval, de annyira könnyű lesz pödörni a kormányt, hogy vezetési élmény az nem sok marad onnantól kezdve. A futómű pedig nagyon jó, tehát inkább kényelmes városi közlekedésre lett hangolva, semmint sportosságra. Persze, hogyha az Evo-t vagy éppen az Evo Abarthot választjuk multierrel vagy éppen erősebb motorral, azért stabilabb a futómű felépítése, de úgy általánosságban jellemző a Grande Punto-ra vagy a Punto-ra, az Evo-ra, hogy bizony nem annyira tartósak ezek a futómű alkatrészek, szóval a szilentek, a kerékcsapágyak, a stabilizátorpálcák vagy a lengőkarok, hát megsínlik azért a magyar utakat, szóval hát hogyha hallunk valami kopogást, nyikorgást, akkor érdemes elvinni és átnézetni az autót, nehogy aztán valami gond legyen. Voltak egyébként visszahívások is a Puntóra vonatkozólag, amikkel jobb tisztában lenni, ezért is jó esetleg magyarországi autót választani,
kevés, de ezen felül inkább elektronikai problémákkal lehet számolni, például a kábelátvezető csatornák elrepedezhetnek, így a kábelek is megtörnek, nem működik a hátsó ablaktörő lapát, vagy éppen beragadnak a kilincsek, lekopik róla a lak, esetleg nem világít egy-két lámpa, de ezek mind ilyen Fiat és olasz betegségek, amikkel azért nyilván számolni kell akkor, hogyha az ember egy ilyen autót vesz, de inkább bosszantó, mint drága problémák ezek. A fogyasztás szempontjából pedig az a helyzet, hogy nem érdemes nagyon dízelt vásárolni, ha csak nem valaki tényleg távolabbi agglomerációba jön be mindig a belvárosba dolgozni, és persze van parkolóhelye, mert az 1.4-es 77 lóerős, ami ebben dolgozik, országúton 5 liter környékén vígan el van, városban 6,5-7 liter, klímával esetleg 7,5, illetve nyilván télen is el tudjuk ezt érni, tehát vegyesben a 6,5 liter egyáltalán nem sok, és ahhoz képest pedig még egész jól megy az autó, nem rakéta, de rendben van úgy összességében. Hogyha pedig dízelt választunk, akkor nyilván pár literből is ki tudunk jönni, én találkoztam olyan puntossal, aki mondta, hogy ő azért vette az 1.6-os vagy 1.3-as multijetjét, mert 3-4 literből meg tudja úszni, csak hát nyilván itt nincs se kettős tömegű, se turbó, se részecskeszűrő, ott viszont minden ilyen alkatrész benne van a motorban, szóval a bármi elromlik igazából elég gyorsan és hátrányba kerül ugye anyagilag, amit azért sok száz kilométer alatt lehet fogyasztásban ledolgozni. A Puntóknak az ára a harmadik generációs Grande Puntónak, Evónak, vagy éppen a, utána megint Puntónak pedig hát olyan 6-700 ezer forinttól indult, még lerugott külföldi, jellemzően 1.3-as dízelmotorral szerelt, ki tudja honnan származó példányokat lehetünk fel, hogyha valaki egy picit már inkább a benzinesek felé hajlik, akkor 1 millió körül kell keresgélnie, ugye jól tudjuk, hogy a használt autóárak is fölmentek, 1,5 millió forint környékén már vannak azért bőven ilyen 150 ezer kilométer vagy az alatti futású, akár 1.4-es vagy közel már 1.4 T-jet motorral szerelt autók is, 2 milliótól pedig aztán elszabadul minden a lehetőségek táráza hatalmas, ott már azért tényleg csak azok fognak vásárolni, akiknek nagyon fontos, fiatal legyen az autó, hogy kevés kilométert fusson és esetleg magasabb felszereltségű legyen, mert itt is igazából azon kívül, hogy van egy kicsit krómozottabb hűtőrács, manuális klíma, több légzsák, mint kettő, azért nagyon nagy dolgokat nem találunk. A Punto Evo lett a fejlettebb, de ezáltal drágább is. Mindenkinek ajánlom ezt a harmadik generációs Puntót, aki nem számít sokra egy autótól, nem kell neki hatalmas csinadratta, nem kellenek vezetősegítő asszisztens szolgáltatások, csak egy megbízható konstrukció, de mindenképpen figyelni kell arra, hogy hiába megbízható egy motor, ha nem tartották karban, nem cseréltek olajat, akkor 100 000 km után is tönkre mehet. Szép napot kívánok mindenkinek, ne felejtsetek el követni engem TikTokon, illetve Instagramon, valamint Facebookon, hogyha van még lelkierőtök, én pedig köszönöm szépen a figyelmet, minden jót, sziasztok!